Egy kisvárosnyi tanítványa volt pedagógusi pályáján Vörös Ferenc festőművész tanárnak, és közülük 120-nál is többen vannak azok, akik felnőtt fejjel a művészi hivatást választották. Néhányan most egykori mesterükkel együtt állították ki munkáikat a szombathelyi képtárban, ami közös bennük az a hitelesség. Az illető, amit mond, amit megfest, azt higgye el. Higgy el a saját színeit, higgy el a vonalakat, higgy el a nőnek a szépségét, mert hiszen a nő nélkül nem menne a művészet semmilyen szinten. Mint egy osztálytalálkozón, olyan volt a hangulat a csütörtöki tárlat megnyitón, ahol szinte mindenki egykori Vörös Ferenc tanítvány volt, akárcsak a kiállításnak otthont adó intézmény vezetője. Soha nem szerette volna önmaga képére formálni a tanítványokat, hanem egy utat, egy irányt mutatott meg nekünk, hogy merre kell haladni, és legfőképpen megszerettetni a művészetet. Egy szelíd és jó ember, és akinek nagyon-nagyon sok tanítványa van. A legtöbben máig tartják egymással a kapcsolatot az internetes közösségi oldalak segítségével. A szombathelyi festőtanár is ezen keresztül kérte a társkiállítóit, hogy küldjenek alkotásokat. Volt, aki Németországból utazott haza egykori osztályfőnöke hívására, és hozta el művészi fotóit. Egyet a parasztság életét feldolgozó korai sorozatából, egyet pedig a közelmúltból, amely egy kiadványhoz készült. Nem is a rajzzal, hanem a művészettörténet alapjaival, amit nekünk akkor közvetített. Mai napig mondhatnám, hát az alapokból, abból élek, és tulajdonképpen az lett a foglalkozásom is. És mint hogy könyveket adunk ki, és főleg művészettörténet területén. Tájképek, aktok, csendéletek, arcok, akvarellek és ceruzarajzok. A ma már nyugdíjas, ám még mindig aktív Vörös Ferenc korszakaiból villantanak fel egy-egy pillanatot. Képei előtt barátok, kollégák és tanítványok ünnepelték a közös emlékeket. A kiállítás november végéig látogatható.